Folytassuk a vektoranalízissel kapcsolatos előadást. Beszéljünk függvényekről. A legegyszerűbb jól ismert függvény az úgynevezett skalár-skalár függvény. A skalár-skalár függvény az az y egyenlő fx függvényt jelenti, amelyet mindannyian jól ismernek előtanulmányaikból. Ez azt jelenti, hogy skalárt kapunk egy skalár behelyettesítésével, tehát a vízszintes tengeren felvett x értékekhez tartozik valamilyen érték az y tengely mentén, tehát ezzel gyakorlatilag egy függvényt írhatunk le. Lehet egy változós, mint ez a függvény, lehet több változós függvényről is beszélni, amikor például az y helyett mondjuk a z érték az egy fxy függvény lesz. Vagyis két változója van, és a két változó minden egyes értékéhez hozzátartozik egy skalár számérték. A vektorskalár függvény azt jelenti, hogy vektort fogunk kapni skalár behelyettesítésre. Ilyen például a sebességvektor, tehát vektort kapunk, mert gyakorlatilag minden egyes időpillanathoz ad valamiféle értéket. Gyakorlatilag arról van szó, hogy kapunk egy vx függvényt az ex irányban, kapunk egy vy függvényt az ey irányban, és végül kapunk egy vz függvényt az ez irányban. Tehát minden egyes irányban van egy-egy függvény, és így kapunk egy vektor értéket. Ugyanez igaz például a gyorsulásra, az erőre és sok más fizikai mennyiségre. Tehát vektort kaptunk skalár behelyettesítéssel. A harmadik lehetséges eset, amikor skalár kapunk vektor behelyettesítéssel, ezt skalár térnek is szokás nevezni. Ilyen például a hőmérséklet. A hőmérséklet ugyanis helyről helyre változhat, tehát a vektorhoz, minden egyes ponthoz hozzáfűzhetünk egy hőmérsékletet, vagyis egy skalár mennyiséget, amelyet úgy is felírhatunk, hogy x, y, z pontban egy-egy skalár értéket fogunk kapni. Ilyen a szintfelület, vagy például a magasság, amelyet ezen az ábrán is lehet látni, minden egyes x, y ponthoz, vagyis a Föld minden egyes Föld síkjának minden egyes pontjához valamilyen magasság fűzhető. Ilyen például tehát a z magasság az valamilyen függvénye a helynek, tehát a bemenet egy vektor, a kimenet pedig egy magasság. Vagy ha úgy tetszik, a z az egy fxy kétváltozós függvény ebben az esetben. Végezetül a vektor-vektor függvényt fogjuk megkapni. A vektor függvény bemenete vektor és a kimenete is vektor. Ilyen például a következő A-val jelölt vektor, mint például a szél sebessége minden egyes pontban. Itt látható Magyarország széltérképe egy adott időpillanatban, ami azt jelenti, hogy minden egyes helyen megkapjuk a szél irányát, mint vektort. Tehát például itt Győrben ebben az irányban lehet látni, nyugat-észak-nyugat irányba mutat egy V sebességvektor, itt ezen a helyvektoron. De Budapesten egy kicsit inkább ebbe az irányba mutat ez a vektor, Debrecen irányában pont fordítva ebbe az irányba, tehát minden egyes helyen más és más irányba mutatnak ezek a vektorok. Gyakorlatilag ezt úgy is felírhatnánk, hogy az A vektornak az X komponense, amely az XYZ-től függ EX irányba, így mutat. Az AY, amely az XYZ-től függ az EY irány, és végezetül az AZ komponens, amely az XY és Z értékektől függ, az EZ irányba mutat. Ez tehát gyakorlatilag a legbonyolultabb vektor-vektor függvény. Elektrodinamikában a vektor-vektor függvény rendkívül fontos lesz, és a skalár-vektor függvény is nagyon lényeges. Végül
A V egyenlő, V egyenlő, V RT függvényt mutatjuk be, amely egy vektorértékű függvény, amely nem csak a helytől, hanem az időtől is függ. Gyakorlatilag négy változója van, az x, y, z mellett az idő is bejön, mint változó. Alapvetően ezekről a függvényekről beszélünk röviden. A következő a derivált függvény fogalma. A derivált függvény annyit mutat meg, hogy a független változó megváltozása minden bizonnyal azt eredményezi, hogy a függő változó is megváltozik, és a deriválás során a független változó megváltozását minden határon túl megpróbáljuk csökkenteni. Tehát például az y egyenlő fx függvény esetében, mert például egy ilyen függvény, a függőleges tengelyen felvett függő változó meg fog változni akkor, hogyha a vízszintes tengelyen felvett független változó x-ről x plusz delta x értékre változik meg, tehát itt a függvény értéke yx, itt a függvény értéke yx plusz delta x. Tehát arra vagyunk kíváncsiak, hogy az y az x plusz delta x helyen és az y az x helyen értékek különbsége a deriváltal hogy függ össze, ez lesz az y vesző, amelyet jól ismerünk, és ez a delta x ugye a vízszintes tengelyen felvett megváltozás. Na most, hogyha ez a delta x egyre kisebb és kisebb, akkor az y vesző az a függvény deriváltját fogja adni, és a derivált ugye minden egyes pontban a függvényhez húzott érintőt fogja jelenteni. Ez a legegyszerűbb eset egy skalár-skalár függvény esetében. De gyakorlatilag a delta y egyenlő y vesző szorozva a delta x-et keressük, gyakorlatilag ez lesz tehát a derivált függvény, amelyet mind a négy esetben megpróbálunk meghatározni. A vektor-skalár függvény esetében a kimenet az vektor, hogyha úgy írom fel, hogy y vektor az egyenlő egy fx függvénnyel, akkor ehhez hasonlóképpen egy delta y-t, vagyis egy vektorértékű megváltozást y vesző delta x-ként fogunk keresni, és ebben az esetben ez egy vektor mennyiség kell legyen, hiszen a delta x megváltozás az skalár, a kimenet az egy vektorértékű, tehát egy skalárt vektorral kell szorozni ahhoz, hogy vektort kapjunk meg. Hogyha például a sebességet vesszük alapul, akkor a v sebesség vektornak az idő szerinti deriváltja, az az egyes komponenseknek az idő szerinti deriváltját fogja jelenteni az egyes irányokban. Tehát ebben az esetben a deriváltat így kell értelmezni. És így megkapjuk gyakorlatilag a gyorsulás három komponensét, az ax-et, az ay-t és az az-t. A harmadik eset a skalár vektor függvény, ilyen például a potenciál. Itt van az origó, és itt van egy R helyvektor, amely R helyvektor valahova mutat a térben, és ott van egy phi R potenciál érték, és az R vektorral jelölt helyről elmegyünk egy másik helyre, amely dr megváltozást jelent, akkor ez a helyvektor r plusz dr lesz. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy az r plusz dr helyen a potenciál mennyire változott meg. Tehát a phi r plusz dr, mint egy skalárértékű függvény, mínusz a phi r, az egyenlő lesz az úgynevezett gradiens phi, mint vektor szorozva dr. Tehát ugyanaz van, mint az előző esetben, keresünk egy derivált függvényt, amit ebben az esetben gradiens függvénynek hívunk. Itt található megváltozás az vektor, hiszen a függvény argumentum a vektor, és itt egy skalár is szorzat szerepel.
Tehát a potenciálnak, mint skalár függvénynek a megváltozása, az a gradiens függvénnyel lesz kapcsolatos, és ezt a gradiens függvényt úgy kell kiszámolni, hogy a d phi per dx szorozva ex-szel plusz d phi per dy szorozva ey plusz d phi per dz szorozva ez-vel. Tehát a skalár függvényt, amely jelen esetben egy phi egyenlő phi x, y, z három változós függvény, először x szerint, majd y szerint, és végül z szerint kell parciálisan deriválni, és az egyes vektor komponensek irányába ezeket az értékeket fogjuk megkapni. Ugye amikor egy változós a függvény, akkor d betűvel jelöljük a deriváltat, hogyha több változós függvénynek az egyes változók szerinti deriváltját képezzük, akkor parciális deriváltról beszélünk, és ezt egy fordított hatossal szokás jelni, ez lenne a parciális deriválásnak a jele. Tehát így ilyen d phi per dx lesz a parciális deriválás. Gyakorlatilag egy skalár vektor függvény esetében, mint amilyen ez a domborzat is, a gradiens függvény a leggyorsabb változás irányát mutatja meg. Tehát például, ahogy megyünk lefelé egy hegyről, a legmeredekebb irány mindig a gradiens iránya lesz. Jelen esetben ezeket a szintvonalak alapján fel lehet rajzolni, a szintvonalakra mindig merőleges lesz a leggyorsabb változás iránya. Ezt érdemes tudni a gradiens függvénnyel kapcsolatban. Végezetül a vektor-vektor függvény. A vektor-vektor függvény egy olyan függvény, amelynek a kimenete vektor, tehát gyakorlatilag, mivel a kimenete vektor, a bemenete is vektor, gyakorlatilag a derivált úgy hívjuk, hogy tenzor mennyiség lesz, ezzel különösebben nem fogunk foglalkozni a későbbiekben. A tenzor az olyan, mint egy 3x3-as mátrix. Hogyha például V betűvel jelöljük azt a függvényt, amelynek vektor-vektor függvényét képezzük, akkor az azt jelenti, hogy a dvx per dx, dvx per dy, dvx per dz, ez lesz a tenzor első sora, dvy per dx, dvy per dy, dvy per dz, tehát a v vektor y komponensének kell a három változó szerinti parciális deriváltját képezni, és végezetül dvz per dx, dvz per dy, dvz per dz. Így egy 3x3-as méretű úgynevezett tenzor mennyiséget fogunk kapni, amelyet jobbról, ha beszorzunk egy delta x három komponensből álló oszlopvektorral, gyakorlatilag ezzel a mennyiséggel, akkor szintén egy vektorértéket fogunk kapni. Ezzel az utóbbi esetben nagyon ritkán fogunk találkozni. A legfontosabb ezek közül elektrodinamikában ez a skalár vektor lesz, ezért is használtuk a potenciál fogalmát ebben a felírásban. A deriváltak után beszéljünk az integrálokról, mert ezek rendkívül fontosak lesznek, vonalmenti, felületmenti, illetve térfogati integrálról lesz szó, és ezeket fogjuk itt definiálni. A vonalmenti integrál azt jelenti, hogy egy A pontból egy B pontba húzunk egy vonalat, gyakorlatilag az integrálási utat, és ezt felbontjuk nagyon kicsiny delta L darabkákra. Ennek irányt is adunk, az iránya minden esetben az érintő iránya egy-egy adott szakasz mentén. Természetesen az integrálás miatt ezeket a szakaszokat egyre kisebbnek és kisebbnek fogjuk venni. Ezek után vegyünk egy V-vektort, amelyet például kiszámolunk ezen szakasz bármely pontján, például egyszerűség kedvéért például itt az elején. Ez lesz a V-vektor. És hogyha ezen a szakaszon elvégezzük a V-vektornak, illetve
a delta L vonaldarabnak, mint vektornak a skaláris szorzatát, és ezt a skaláris szorzatot elvégezzük minden egyes kis darabkára ezen vonal mentén, majd ezeket összegezzük, például ível jelöljük az egyes kis darabokat, és ezt a delta L-t minden határon túl csökkentjük, akkor jutunk el az úgynevezett vonalintegrálhoz. Amit szavakban elmondtam, az a következőt jelenti, határértékét kell tehát képezni a VI szorozva delta L I, ahol I megy 1-től N-ig, és ez a delta L minden határon túl csökken, vagyis az N minden határon túl nő, ez a határérték, az pontosan az integrál A-tól B-ig V vektor szorozva DL vektor fog jelenteni. Ez a vonalmenti integrál, vagy vonal integrál, vagy az L görbementi integrál. A görbementi integrál rendkívül fontos az elektrodinamikában, tehát ebben az integrálban érdemes megfigyelni, hogy két vektornak a skaláris szorzatát kell gyakorlatilag integrandusként kezelni. Ilyen például a munka. A munka, a vv, az integrál A pontból B pontig, az F szorozva ds. A munka definíciója fizikából jól ismert. A felületi integrál nagyon hasonló, képen definiálható. A felületet bontsuk fel kicsiny felületekre. Ezeknek a kicsiny felületeknek vegyük a normál vektorát, ahogy itt látható. Ez lesz egy delta A felület. Egyébként a delta A az lehet skalár, illetve lehet vektor. Akkor lesz vektor, hogyha a delta A felületet, mint maga felületet, beszorozzuk a felületre merőleges normál vektorra. Így lesz egy felület elem vektor. Ez rendkívül fontos, hogy a felület elem az alapvetően skalár, de a felülethez rendelhetünk egy normál vektor, amellyel együtt így értelmezzük a felület elemet, mint vektort. A következőkben képezzük a V vektornak, illetve ennek a delta A felületelemnek a skaláris szorzatát. Tehát szintén legyen egy V-vektor itt, és ezen a felületelemen számoljuk ki a V-vektornak, illetve a delta A felületelemnek a skaláris szorzatát. Ezek után menjünk egy következő felületelemre, ott szintén végezzük el ezt a szorzatot, menjünk egy harmadik felületelemre, szintén végezzük el ezt a szorzatot, egy negyedik felületelemre, ott is végezzük el ezt a skaláris szorzatot, és a teljes felületen kialakuló kicsiny felületeken kiszámítható részeredményeket adjuk össze, vagyis szummázzuk szintén 1-től n-ig az egyes felületelemeken vett értékeket. N, ahogy az előbb is, az egyes kicsiny elemeknek a számát jelenti. Ha a delta A minden helyen, minden határon túl csökken, vagyis az N értéke minden határon túl nő végtelenhez, akkor jutunk el az úgynevezett felületi integrálhoz, amelyet a következőképpen kell értelmezni. Tehát a V vektornak, illetve az A felületre vett egyes dA darabkáknak a skaláris szorzatát fogjuk itt megkapni, és ezeket összegezni. Tehát itt is egy skaláris szorzatról van szó, hiszen két vektornak a skaláris szorzatát kell összegezni az egyes felületelemeken. Ez megint csak nagyon fontos lesz a felületi integrál az elektrodinamikában. A harmadik a térfogati integrál. Ezt a térfogatot felbontjuk kisebb térfogati elemekre, például ilyen téglatestekre. Ezek dv térfogatok lesznek. Egy térfogat nem lehet vektor mennyiség, itt skalár mennyiségről van szó. És képzeljük azt, hogy ezen a térfogaton belül egy φ mennyiség értelmezett, egy skalár mennyiség.
Ha minden egyes ilyen kicsi téglatestre kiszámoljuk a phi szer delta v szorzatot, ahol még egyszer mondom, mind a kettő skalár, és ezeket összegezzük a teljes térfogatra, ugyanis ez alatt a kis téglatest alatt vehetünk még egy téglatestet, ahol szintén kiszámolhatjuk ezt a phi szer delta v szorzatot, és az egész térfogatot felbonthatjuk ilyen kicsin térfogati elemekre, ahol i megy 1-től n-ig, és a limes, tehát a határértékét vesszük, hogyha a delta v térfogatok nullához tartanak, vagyis az n értéke minden határon túl nő, akkor a v térfogatra vett térfogati integráját fogjuk megkapni ennek a phi skalár függvénynek. A vonalmenti integrálnál tehát egy v vektornak, illetve egy dl vektor elemnek a skaláris szorzatát kell kiszámolni, végeredményben természetesen skalárt fogunk kapni. A felületi integrálnál egy v vektornak, illetve egy dl felület elemnek, mint vektor elemnek a skaláris szorzatát kell kapni, és hogyha ezt összegezzük, akkor egy felületi integrálként egy skalár mennyiséget fogunk kapni. A térfogat esetében pedig két skalárnak a szorzatát fogjuk meghatározni. Az integrálok definiálása után térjünk rá a vektormező fogalmára, vagy vektortérnek a fogalmára. Erről már volt ugyan szó, de egy példával világítsuk meg. Ha felszáll egy repülő például, akkor a repülő szárnyának a környezetében a levegő áramlik. Egy része a szárny fölött, egy része a szárny alatt, különböző hatásoktól függően minden egyes helyen más és más irányú a sebesség. Például itt ebbe az irányba mutat a sebességvektor. Itt ebbe az irányba mutat a sebességvektor. Itt a szárny mögött ebbe az irányba mutat a sebességvektor. A szárny alatt ebbe az irányba mutat a sebességvektor. Minden egyes helyen más és más irányba mutat a sebességvektor, sőt, ahogy a repülő felszáll, minden egyes időpillanatban is más és más irányú sebességvektorokkal találkozunk. Ez a sebességvektor, ahogy meséljük, egy vektormennyiség, amelynek az argumentumában az R helyvektor található, illetve az idő. Ez egy vektor-vektor mennyiség, amely minden egyes helyen, pillanatról pillanatra megváltozik. Ez egy sebességvektor mezőt fog eredményezni, gyakorlatilag egy vektormezőről, vagy más szóval vektortérről beszélünk. Az elektromágneses tér is ilyen. A legegyszerűbb példa egy patkómágnesnek a tere, amelyet jól ismerünk. Minden egyes helyen a mágneses tér, a mágneses indukció vektora más és más irányba mutat. Az időben ez nem változik, mert állandó mágnesről van szó, de például egy tekercs környezetében, ahol amikor is a tekercsben folyó áram az idő szerint változik, akkor a helytől, illetve időtől függő mágneses tér alakul ki. Egy antenna környezetében szintén. Minden egyes időpillanatban, minden egyes helyen más és más irányba mutat az elektromos és a mágneses tér vektora. Tehát rendkívül fontos fogalom a vektormező vagy a vektortér definíciója az elektrodinamikában. Ugyanilyen vektormező az előbb említett széltérkép is. Ugye minden egyes helyen más és más irányba mutat a szél sebessége, és ez időről időre változik is, szintén, tehát egy vektormezőről van szó. A vektormező egy vektor-vektor függvényt definiál. Egy vektormezőnek két rendkívül fontos fogalma van, az egyiket divergenciának, a másikat pedig rotációnak nevezzük, és az elektrodinamika témakörében a divergencia, illetve a rotáció rendkívül fontos fogalma. Ezzel a következő előadásban foglalkozunk.